Katona Tamás egykori pénzügyminisztériumi államtitkár vendégünk. Jó estét, Jó estét kívánok! Itt már bemutattuk ennek a 4,5 milliárdra becsült kurbé képnek egy részletét, azért nem mutatunk belőle többet, bár majd még egy-két részletet mutatunk, de az egészet nem, mert ahhoz a jelen időpontban a korhatár karikát ki kellene akkor tenni, és nem kívánunk, hogy mondjam, kínos helyzetbe keveredni. Remélem a nézők ezt megbocsátják. Aki egyébként akarja megnézni a képet a maga eredetiségében, egyébként egy gyönyörű aktról van szó, az az interneten ehhez hozzáférhet. Arról van itt szó, hogy a napi.hu egyik munkatársa szorgos munkával, úgy látszik ez az egyik feladata, mindig végig bogarásza, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium havi jelentéseiben megnézze, hogy mire is költ pénzt a magyar állam. És az egyik ilyen bogarászás közben, ez a januári adatokra vonatkozott, azt derítette ki, hogy többek között Gripen beszerzések és a HM-nek a kocsi beszerzésén kívül a magyar állam 4,5 milliárd forintot letétbe helyezett egy ügyvédi irodánál egy kép megvásárlása miatt. Én arra volnék kíváncsi, majd aztán, ha még lesz idő, elmondom, hogy ez a kép miért olyan nagyon híres, de arra volnék kíváncsi, hogy ki dönt arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium erre nyugodtan adjon ki 4,5 milliárd forintot. Hát ismerve a helyzetet, gondolom ez valamilyen baki volt a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Ez nem létezik. Egy munkatárs beírta ezt a havi tájékoztatója. Ja, hogy az volt a baki, hogy beírták? Gondolom, igen, mert különben erről nem tudnánk. De olyan van, hogy tehát ott is vannak ilyen 3000-es határozatok a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ami titkosítva vannak? Hát nem. Ez szerintem erről a kormány, vagy inkább a miniszterelnök döntött, ismerve a kormányzati struktúrát, ilyen kérdésről nyilvánvalóan a miniszterelnök dönteni, sokkal kisebb súlyú ügyekről is ő dönt. De elképzelhető az, hogy születik egy 3000-es titkos kormányhatározat, amelyet aztán a Nemzetgazdasági Minisztérium végrehajt? Hát természetesen, ha határozatot hoz a kormány, vagy csak a miniszterelnök döntést hoz, akkor azt nyilvánvalóan végrehajtják független annak a formájától. De önt meglepte az, hogy egy ilyen tétel bekerült? Természetesen. Ez csak az egyik dolog, hogy leírták, erre mondtam, hogy ez baki. De önmagában... Ennek a képnek egyébként az a címe, hogy fehér harisnyás nő, azért mutatjuk a festménynek azt a részletét, ami ezt a fehér harisnyát ábrázolja a hölgyön. Tessék, folytassa. Ez még minden tökélet, ez még elmegy, a gyerekek is megnézhetik. Jó. Tehát a másik oldal ennek, hogy hogyan született egy ilyen típusú döntés, ez meg úgy gondolom, hogy elég jól mutatja a kormányzati működést. A parlament, a közvélemény, a demokrácia kijátszását, mert hogy 4,5 milliárdot költenek egyetlen festményre, miközben a teljes közgyűjteményi szféra az idei költségvetésben 12 milliárd, nem egészen 12 milliárd forintos támogatást kapott, és nem egészen 5 milliárd forintos bevételi előirányzata van, ami például a jegybevételekből származik. Tehát hogy mondjuk ebben benne van, hogy mennyi pénzt kell beszedni jegyekből a galériának, vagy a szépművészetinek. Igen. És 12 milliárd költségvetési támogatást kap. Na most ennek az egyharmadát, az összes múzeumra fordított kiadás, tehát egyharmadát egyetlen festményre költik, ez meglehetősen furcsa. Egyébként ez is jellemző, hogy önmagában az, hogy mennyit költünk a közgyűjteményekre, ez tételesen nem szerepel a költségvetésben, csak egy sor, hogy közgyűjtemények, tehát nincs ott, hogy a szépművészeti mennyit kap, vagy a Nemzeti Múzeum, miközben tételesen felsorolják, hogy az egyes labdarúgó stadionokra mennyit költenek, tételesen ott van, hogy melyik város, melyik stadion. Hát az biztos fontosabb, mint az, hogy felsoroljuk tételesen, hogy a közgyűjteményekre mennyit kell. Ez látszik is természetesen, de önmagában ez azt gondolom, hogy aránytalan. A költségvetésről döntött az országgyűlés, szokás szerint normális társadalmi vitával nálunk ez nem szokás az utóbbi években, döntenek, hogy 12 milliárdot adnak, és ennek az egyharmadát mindjárt januárban odaadják. Egy képvásárlásra. Amely majd júniusban perfektuálódik ez az üzlet, legalábbis a Szépművészeti Múzeum kommunikációs vezetője ezt nyilatkozta a lap kérdésére. Pénzügyileg ezt
teljesült ez az átutalás, mert ugye egy ügyvédi irodának utalták át a pénzt. Igen, de ha mégse jön létre ez a biznisz, akkor majd visszautalja az ügyvédi iroda, és ez akkor... Ez is furcsa, ez az államháztartásban nem szokásos, tehát én nem emlékszem ilyen. Az, hogy egy ügyvédi irodánál letétbe helyeznek pénzt, az nem szokásos. Nem, ez az állam által készített szerződéseknél nem szoktunk ilyen ügyvédi iroda, hajdanában egy ilyen ügyvédi iroda segítségét igénybe venni, mert az államnál ez nem szükséges. Hát egy állami vezető aláír egy ilyen garanciát, akkor nem gondolom, hogy ezt letétbe kell jelni. Ez kéz magánszemély között szokásos az állam. De lehet, hogy ennyire nem bíznak az államban egyesek, amit lehet, hogy nem is lehet alaptalannak minősíteni. Annyit azért elmondok a képről a nézőknek, hogy ez Courbet-nak egy nagyon jelentős alkotása, amelynek kalandos története volt, nagyon röviden összefoglalom. A 60-i gyűjtemény darabja volt ez a kép, és a második világháború idején szovjet katonák ezt magukkal vitték Budapestről. Egy szlovákiai orvosnak ajándékozták, mert az illető orvos ellátott néhány szovjet katonát, akik betegek voltak, vagy valamilyen sérülésük volt. Cserébe odaadták ezt az orvosnak, az orvos meghalt, az örökösöktől kalandos úton egy luxemburgi grófnő segítségével elkerült a 60-i örökösökhöz, majd azok is meghaltak, és most jelenleg egy londoni műkereskedő ajánlja föl ezt 15 millió forintnak megfelelő, illetve 15 millió euróért, ami 4,5 milliárd forintnak felel meg. Amióta ez a hír napvilágra került egyébként, azóta különböző cáfolatok jelentek meg, hogy ezt a 4,5 milliárdot nem is egyetlen képért, nem is Courbet művéért, nem is Munkácsiért, hanem lehet, hogy Tizianóért, szóval nagyban folyik itt a ködösítés. Van nekünk egy képünk, azt bemutatnám önöknek, Courbet-nak egy Sziklák című festménye, ami eddig a világon a legdrágábban eladott Courbet mű volt, ami 3,2 millió dollárért kelt el New Yorkban a Sotheby-nél, de hát ez a 3,2 millió dollár se annyi, mint amennyit ezért a női aktér kérnek. Ugye a női aktér ennek az majdnem az ötszörösét kérik. Én nem akarom azt öntől megkérdezni, hogy megér-e ennyit ez a kép. Egy kép nagyon sokat ér, egy Courbet kép pláne nagyon sokat ér, meg érdemes is beszerezni, ha szabad ezt így mondom, de belegondolok abba, hogy 6 milliárdért ki lehetne váltani a kórházi várólistákat ebben az országban, és egyáltalán nem akarok demagóg lenni, akkor 4,5 milliárdot egyetlen képért, ez bizony eléggé érdekes. Ez nyilván ideális, persze. Az még érdekelne, hogy hogyan jut el ez egy ügyvédi irodához? Tehát akkor valaki ben van ez a, kaptak egy ilyen megbízást, hogy ezt ugye oda kell adni, akkor 4,5 milliárdot kitöltenek egy csekket, és mi van a tranzakciós illetékkel? Hát az utalás nyilván a kincstárból történt, és a tranzakciós illetéket ilyenkor a kincstárnak kell befizetni. Tehát nem 4,5 milliárdot ad ki a magyar állam, hanem plusz tranzakciós illeték. Hát annyiban csak vagy felmentést kap a kincstár a tranzakciós illeték alól? Nem, a tranzakciós illetéket az be kell fizetni a központi költségvetésbe, tehát az oda visszakerül. Tehát egyik kalapból átesz a másik gyakorlatilag kalapba. Igen, de önmagában ezt mondtam, hogy ez furcsa, hogy ügyvédi irodában letétben nem szokás állami pénzeket helyezni, mert ez, mondom még egyszer, nonsens. Azt gondolom, hogy itt valamilyen háttér információt mi nem tudunk, de az egészen biztos, hogy ez nem egy tiszta ügylet a szónak abban az értelmében, hogy ez a költségvetési törvényt nyilvánvalóan valamilyen módon felülírja, mint ahogy az is, hogy például a Magyar Nemzeti Bank azt tervezi, hogy 30 milliárd forintot költ közgyűjteményekre. Én azt gondolom, hogy ez is megszegi azt a szabályt, amire azt mondjuk, hogy az államháztartásnak transzparensnek kell lenni, átláthatónak kell lenni, és ilyen kérdésekről a parlamentnek kell dönteni, és nem a Nemzeti Bank elnöke által kinevezett bizottságnak, már csak azért sem, mert az ugyanúgy közpénz, hogy a jegybank fizet, és nem az országgyűlés döntött róla. Én nem tudom megítélni, nem is szeretném, hogy most 30 milliárdot költsünk-e pluszba kultúrára, vagy 4,5 milliárdot, nem tudom, hogy például ez a 12 milliárd fölött van-e, vagy az alatt,
milyen forrásból akarják, tartalékból vagy egyébből. Erre mondtam, hogy ez egy baki, hogy ebben a tájékoztatóba bekerült. Nem láttam a kormányhatározatot, de az egészen biztos, hogy ez megsérti a költségvetési törvényt és a normál gazdasági szabályokat. Na most annak se látom a logikus magyarázatát, hogyha ez a dolog csak nyáron perfektuálódik, akkor már most oda kellett adni ezt a 4,5 milliárdot egy ügyvédi irodának, hogy az helyezze le tétbe. Na most ugye ez a 4,5 milliárd az ügyvédi iroda bankszámláján van. Igen, az kamatozik. Nyilvánvalóan. Az kamatozik. Nagy valószínűség. Vagy mennyi is a kamat a 4,5 milliárd forintnak egy fél év alatt? Hát egyébként, ha mondjuk az ügyvédi iroda egy fél éves diszkont kincstárjegyet vesz belőle, még kamatadót se kell fizetni, egész jelentős összeg származhat ebből. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. 8 óra után jövünk vissza Konrád György íróval és Szabó Rebekával, az Együtt PM képviselőjével.